Iszkri. Na most nálunk ez már hagyományá válik, hogy Krisztián, ha hangszert lát, elkezd zenélni, bár semmi köze nincs. Nem, én rájöttem, hogy nem vagyok tehetséges semmiben, de nagyon irigykedem azokra a tehetséges emberekre, amiben bármihez értenek. Mindig azt hangoztatod, hogy te mindenben jó vagy. De jó, viszont jó vagyok mindenben. Hallgass csak. Csak tehetségesen. És működik. Ez valami playback? Nem, ezt én csinálom. Élő. És ezt tudtam összehozni. Jó, hát vendégünk az Iszkiri zenekar három apuka, akik a gyerekekért összefogtak és csináltak egy együttest. Mi a civil foglalkozásotok? Hogy jött ez az ötlet? Hát civilben a sötét oldalon állunk, azt mondanám. Tehát... Ajaj! Na ez mit jelent? Mindannyian pedagógusok vagyunk bizony, és ráadásul minden korosztályt lefedünk így hárman. Én a legfiatalabbakkal foglalkozom, én egy óvodában, a saját kis magánóvodánkban dolgozom. És a óvóapuka. Óvóapuka. Nekünk is van az óviban. Igen, és nagyon hasznos. Mert kell, hogy a férfit is képviselje valaki az óviban is. Így van, igen. Én tanító vagyok, tehát én az alsósokat, alsósokban utazom. Én meg az egészen idősebbeket, a mérnök tanár vagyok, tehát én az érettségizős korosztályt tanítom. És ők is hallgatnak Iszkirit. Jó jegy érdekében, igen. Ritkábban, de néha igen. Ki volt az ötletindító? És egyébként barátok voltatok előtte, vagy pedig ez egy tudatos csapatépítés volt? Ez úgy kezdődött, hogy Ádám barátommal mi táborokat szerveztünk az óvodában, zenetábort leginkább, és akkor elhatároztuk, hogy mi lenne, hogyha más évszakokban is foglalkoznánk így gyerekzenével, nem csak ott nyáron. És akkor alapítottuk meg az Iszkirit, aztán pedig Pihét, Gábort láttuk egy kis egyszemélyes műsorral, gyerekműsorral, és akkor őt is megkértük, hogy csatlakozzon hozzánk. Mennyire hálás közönség a gyerek? Nagyon. Nagyon hálás és nagyon őszinte. De nagyon kritikus. Hát olyan fúj! Hát annyira nem, csak ők olyan, ha valami nem tetszik, akkor nem mintha láttunk volna ilyet, de akkor ők úgy elmennek, és kész. Akkor ugrálóvár. Azt azonnal le tudjátok akkor venni, hogy jó vagy nem jó. Igen. Saját gyereken tesztelitek egyébként a dalokat? Mindig. Abszolút. Igen. Mindig. Bizony. Bizony. Összesen van 7 gyerekünk, tehát elég nagy. Tényleg? Bizony. Igen, az jó, az bele kell húznunk nekünk is, Anett. Neked is én egy most van, jól nekem vagyok is egy. Ezzel az egy. Viszont ő is nagyon szeret koncertre járni, és nagyon szereti megtanulni a zenét. Egyébként a dalaitokban milyen témákat érintetek? Mi az, ami szerintetek foglalkoztatja a gyerekeket? Hát amilyen tuti befutó mindig. Úgy szoktuk mondani, hogy megpróbáljuk a gyerekeknek megmutatni a modern hétköznapokban rejlő mesevilágot, tehát... Tehát a hétköznapokat mesébe foglaljátok egy picit, mesevilágban? Igen, meg hát ugye a Manó, meg a királylány és társai, gonosz azok ugyanúgy, gonosz persze van gonosz igen, igen. Szuperhősök is vannak, stb. Tehát itt vannak ezek a mesék körülöttünk, csak észre kell venni. Itt a lemezetek a Mi a Manó? Így van, igen. Kicsit mesélj nekem erről. Hogy jött ez a Manó? Mi a Manó? Ez a Manó? Hát ő az a Manó, aki például a videóklipünkben autózik, és próbálja az autót vezetni, csak hát nem ér le neki a lába. És meg hát nagyon sok kalandot átél majd itt a lemezünkön. És hát megjelennek ezek a mindenféle egyéb figurák is. Tehát ez nem is igazán egyszerű. Kínáltok a kreatív? Közösen dolgozunk rajta. Mert mindenkinek van bőven honnan meríteni, hát a gyerekek és a tanítványok és a többi. Tehát azért a műszakiak. Dalszöveg, zeneszerzés, akkor az is együttesen működik. Igen, leginkább. A hölgyeket bevonjátok, feleségeket bevonjátok egyébként? Inkább a gyerekeket. Csak a gyerekeket. Nagyon sokszor van az, hogy a gyerekektől jön egy-egy ötlet. Hát nem kell velük úgy nagyon ötletelni, mert mondják ők maguktól. Ja. Tehát így nagyon sok olyan van, hogy van egy olyan aranyköpésük, ami dalra termett. Vannak egyébként nagy rajongóitok, akik mindig ott vannak a koncerteken, és tudtok róluk, hogy... Igen, szerencsére egyre többen. Igen, visszalátogatnak hozzánk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy én egy nagy tehetség leszek egyszer, de visszaadom, hogy el tudjatok menni oda egy picit, légy szíves,
menjetek, készüljetek fel arra, hogy most akkor zenélni fogtok. Hogy most akkor zenélni kell. Bocsánat, igen. Azt még elmondanám, hogy nagy esemény vár ránk most vasárnap 19-én. A Budavári Művelődési Házban lesz ennek a bizonyos lemeznek a lemezbemutató koncertje 11 órától, ahova mindenkit szeretettel várunk. Rendben. Titeket is természetesen. Köszönjük szépen. Készítek fel. Szeretném a nézőinket megkérni, hova is nézzek, oda fogok nézni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy péntekre meglegyen az 5000 lájkunk, mert ha meg lesz az 5000 lájkunk, akkor beteljesítjük azt, amit ígértünk. Anette, kitaláltad, hogy mit ígérsz a nézőinknek? Azt beszéltük, hogy szavaztatunk. Szavaztatunk, igen. Na mindegy, Krisztián megnevezte a szakállát. Én nem, megneveztem a szakállát, ha kell verset mondok, és akár ledobom a textilt, úgyhogy gyerünk mindenki, lájkolja a Fem3 Café Facebook oldalát. Én el is mondok pár kommentet, jó? Igen? Ez a szakáll nem áll jól. Ezt mondja egy férfi. Igen, nem. Menjünk akkor tovább, igen. Nem kéne.